Folytatjuk a ma reggelt, hiszen új évaddal jön a Duna sikerműsora, csináljuk a fesztivált decembertől. Az elmúlt 100 év legnagyobb magyar slágereit hozza el a műsor a közmédia képernyőjére, a legjobb magyar előadók tolmácsolásában. Az új évad december 7-én kezdődik, és ezúttal 4 tagú zsűri dönt majd a dalokról a közönség segítségével, amelynek lesz egy új tagja is. A nézőket Rókusfalvi Lili és Fodor Imre kalauzolja a dalok között, velük folytatjuk. Így van, velük folytatjuk, itt vannak már a stúdióban, és reméljük olyan jó hangulat lesz majd csináljuk a fesztiválban is, mint itt a beszélgetés előtt. Kár, hogy nem látták a nézők. Jó reggelt kívánok, szervusztok, Fodor Imre. Bocsánat, Rókusfalvi Lili és Fodor Imre. Így a helyes, az etikett szerint. Szóval, ha jól számolom, már pedig nem voltam erős matematikában, 4. alkalommal vagytok, ugye? A műsor házigazdái meglepő, váratlan fordulattal jönnék egy kérdéssel. Matekos itt. Akkor már ketten vagyunk. Szóval, hogy miben lesz ez más, mint a többi volt, vagy az előzőek voltak hát nektek? Folytathatjuk számokkal is, hogyha már itt számolással és matekkal kezdtük a ma reggelt. Rögtön az első, ami szerintem egy fantasztikus hír, hogy 4 zsűri tagunk van ebben az évadban. Berecki Zoltánnal egészült ki a csapat, ugye Korda György és Balázs Klári, mint oszlopos tagjai. Igen, ott csináljuk eddig a az összes. Igen. Berecki Zoltán lett ugye az új tagunk, és idén is velünk van Janza Kata. Aki ugye tavaly csatlakozott hozzánk, mint zsűritag, ő előtte már volt, mint fellépő a műsorban, akkor nagyon megszerette. És tavaly Zoltán is volt, ugye? Berecki Zoltán is volt. Igen, hát itt először fel kell lépni, hogy zsűritag legyen. Itt van egy útja. Igen. Majd a műsorvezetők mikor fognak énekelni, arra kíváncsi lenni. Hát reméljük, hogy ilyen út nagyon nem lesz, bár igazából mi minden adás alatt éneklünk, vagy minden évadban hátul, de az jobb is, hogy nem látják a kedves. Ha már itt tartunk, hogy fog felépülni a műsor, hány műsor lesz, mi lesz a struktúra nagyjából? Ez változatlan maradt, tehát itt most a zsűribe volt ugye egy pici, hogy a 4. évadra 4-en lettek, hogy a számmisztika tökéletes legyen, de hogy ugyanúgy 60 dalt hallhatnak majd a nézők. Előadó számba ugye persze, ha 60-on fölül vagyunk, mert ugye csodálatos duettek is vannak, mindig vannak érdekes párosítások, ez azt gondolom, hogy idén is majd meg lesz, hogy olyan dal találkozik olyan előadóval, akiről nem is gondolnánk, hogy ők összeillő, két összeillő ember, vagy egy összeillő dal és egy összeillő ember. Igen. Úgyhogy ezek változatlanok maradnak, és mondjuk az a jó szokásunk is változatlan maradt, amire nagyon örültem, hogy lesz szilveszteri adásunk, bár hogy a szilveszter most ugye hét közepére esik, de ez minket nem gátol meg. Nekünk a jó hangulat. Nekünk a szerdai szombat. Nagyon helyes. Az a kis szombat. Az a kis szombat, és ugye több fontos összetevője van a műsornak, a műsorvezetőkön kívül említettük a zsűrit, az előadókat és a dalokat. Akkor beszéljünk egy picit az előadókról és a dalokról. A dalok azért az egy fontos kritérium, hogy úgy választottak idézőjel csúnya magyarsággal mondva ki, hogy a közönség szavazhatott a híradó.hu-n. Milyen lesz ennek alapján a repertoár? Mert ugye különböző évtizedek lesznek. Igen, azt gondolom, hogy ugye az, ami változatlan marad, hogy 6 válogató adásunk lesz, és elindulunk megint, vagy hát idén ebben az évadban az 1910-es évektől egészen napjainkig. Ez foglalja össze tulajdonképpen ez a 6 válogató adás, és nagyon változatos lesz. Szóval nekünk minden évadban van olyan dal, amit nem ismertünk, mondjuk általában ez nyilván így a régebbi dalokkal kapcsolatos, bár te azért nagy operett rajongó vagy, de hogy nekem szokott lenni újdonság. Berecki Zoltánnal jobban lesztek. Reméljük. Én nagyon bízom benne, hogy megtaláljuk a közös hangot. Úgyhogy nagyon változatos az operett műfajától, elindulva egészen, nem is tudom, a fiú bandákon keresztül. 2000-es évekre jellemző volt, úgyhogy nem lehet kihagyni őket. Egyébként, ha már itt tartunk, ha ti fellépők lennétek, melyik időszakból vagy korszakból választanátok szívesen dalt? Hát nekem két nagy favoritom van, amit most említettem, és az egyik, hogy vagy egy csodálatos operetbe tudnám magunkat elképzelni duettbe, mert hogy Imre már korábban megfogalmazta, hogy nekem amúgy van egyfajta ilyen operettes. Érik ez a szereplés, érik, hangszínem, amit néha meg tudok ütni, olyan Oswald Marikással. Operetteknél másképp kacsak. Majd nézzük meg a nézők, én ezt észrevettem a 3 évben, hogy operetnél olyan operettesen kacag rá. Vagy a 2000-es évekből, vagy a 90-es évekből egy jó ilyen fiúbanda, lánybanda, valamilyen felállásban. Egyébként megfogalmazta, csináljuk a fesztivál lényegét. Tehát elmondta, hogy szerinte hogy az operett lenne a 90-es évek, a 2000-es évek, talán valami a 80-as évekből, és van egy szám a 70-es évekből, amit szívesen. De amúgy meg a 70-es, 80-as évek nekem a kedvencem, amikor berobbant a beat korszak, úgyhogy az is lesz. Tehát azt is felrobbantjuk a színpadot. Imi? Azzal.
ezt tudom mondani, mint a Lili. Én inkább azokat várom, én az érdekes párosításokat várom, amik nekem is. De ilyen. Nem, hogy te mit énekel. Mit énekel? Hogy én, mit amire készültem. Úristen, hát én énekel. Az a hattyú dal, azt hiszem, hogy én tudnak el énekelni. De én nekem biztos, hogy a 70-es évek is nekem a stílus. A 60-as évek, nekem nagyon kedvenceim a Szenes Iván, Fényes Szabolcs számok. Tehát, hogy én ezeket nagyon tudom élni, ezeket a régi. Tehát ilyen táncdalfesztivál vonalon mozogsz? Régi sanzonok, igen. Aha. Én nagyon szövegcentrikus vagyok, és azokban vannak tényleg brilliáns megoldások. Fellépők is olyan sokszínűek lesznek, mint a dalok, illetve a dalválasztás? Hogy látjátok? Igen, vannak, lesznek visszatérő fellépőink, akiket már ismernek a Csináljuk a Fesztiváltból, tehát akik már rutinos Csináljuk a Fesztivált fellépők, és természetesen jönnek majd újabb arcok, akik még nem nagyon tudták magukat megmutatni ebben a műfajban, de én azt élvezem, és azt látom a fellépőkön is így 3 évad után, hogy mindenki olyan nagy szeretettel jön ide, és mindenki egy óriási játéknak, de ugyanakkor egy nagy kihívásnak is fogja fel. Egyrészt az, hogy olyan emberek előtt énekel, akik ott ülnek a zsűriben, és tényleg élő legendák, másrészt pedig az, hogy olyan dalokat kapnak, amik ikonikusak, és hogy akár, nem tudom, olyan párosítások tényleg, hogy mondjuk az eredeti előadó ott van ugyanúgy a versenyzők között, és az ő dalát énekelheti. Tehát mindenki iszonyatosan komolyan veszi. Hát meg ugye nekik is van egy érzelmi kapcsolódásuk a dalokhoz. Tehát, hogy mondjuk egy olyan dalt énekel, amit ő gyerekkorában rongyosra hallgatott a Magnó kazettán, és hát hogy neki egy nagy idolja volt, és akkor látszik is, hogy egy picit azért ilyenkor remegve nyúlnak hozzá nagy rutinos előadók is, mert hát ez nekem is a szívem csücske. Úgyhogy ezek azért itt szerintem jó találkozások. Én pont múltkor gondolkoztam azon, hogy mi mit is csinálunk a Lilivel, és az jutott eszembe, hogy a legjobb hasonlat arra, hogy olyanok vagyunk, mint egy ilyen remek turista busz kiránduláson a buszvezetők. Tehát, hogy a táj gyönyörű, és erre ott vannak a magyar slágerek, ami 4. évadot éljük meg, és kiapadhatatlan. Tehát, hogy most már mennyi dalon vagyunk túl. Ott van egy csodálatos társaság, ami közönségünk és ami zsűrink. Nekünk tényleg semmi más feladatunk nincs, mint hogy épségben lekormányozzuk ezt a buszt, mert hogy minden adott ahhoz, hogy az ember nagyon jól érezze magát. Reméljük, hogy sokan felszállnak a buszra és néznek benneket. December 7-ét, tehát a Dunán indulunk. Megtekinthető ez a szuper műsor, Csináljuk a Fesztivált. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönjük. Akkor, köszönjük. Ahogy szokták mondani szakmai berkekben, kéz és lábtörés nektek, sok sikert. Köszönjük szépen.